Pudlikutya, karfiolból, cukkiniben evező fokhagymák, uborka, krokodil és korcsolya tökből. Változatos alapanyagokból készültek el a szobrok az iskolai versenyre. Ötletből nem volt hiány, a szervező szerint a kreatív feladatnak a szülők is örültek, és szívesen segítettek a gyerekeknek otthon. Ami látszott is a beérkezett munkákon, hiszen közel 100 darab alkotás készült el a versenyre. Volt, akinek annyira megtetszett a feladat, hogy egyszerre több szobrot is készített. Narancsból cicát, padlizsánból pingvint, és krumpliból sündisznót, és uborkából és salátából pedig delfint, vagy halat. Az iskola 2015-ben nyert el az Ökoiskola címet, aminek keretében tavaly töklámpás és madáretető készítő versenyt hirdettek. A programokkal pedig az a cél, hogy a gyerekek egyre több gyümölcsöt és zöldséget ismerjenek és kóstoljanak meg, mondta el az iskolai ökocsoport vezetője. Az ökoprogramnak a keretében, ami tartalmaz egy részletes, egész tanévre szóló ökomunkatervet, ennek a programnak a keretében hirdettük meg a zöldség és gyümölcs készítő szobor kiállítást. Ez egy verseny. Úgy hirdettük meg, hogy bárki készíthet szobrocskákat, alkotást, sokat, és ezzel az volt a célunk, hogy tulajdonképpen a gyerekek megismerjék a különféle zöldségeket, gyümölcsöket, és ne csak megismerjék, hanem kóstolgassák is, és más részt pedig, hogy a szülőkkel együtt otthon tevékenykedjenek, ügyeskedjenek, és együtt készítsenek ilyen mindenféle kis szobrocskákat. Pénteken értékelik a munkákat, évfolyamonként hirdetnek majd dobogósokat és külön díjast is. A választás nem lesz egyszerű, vetítette előre Szilágyi né Nagy Katalin. Figyelembe veszik majd a kimunkáltságot, a kreativitást, és persze, hogy mennyire jelenik meg a tanuló keze munkája a szobrokon. Az iskola a jövőben pályázik az örökös ökoiskola címre is, amivel a tanulókat a szemléletformálásra szeretnék nevelni, hogy óvják és védjék saját egészségüket, valamint környezetüket.